Szeretettel köszöntök mindenkit az idei Albert Schweitzer ünnepségen. Aki jó cselekedetre szánja el magát, nem számíthat arra, hogy az emberek eltakarítják az útjából az akadályokat, sőt, el kell viselnie, hogy újabbakat gördítenek elébe. Ez a szerintem legtöbb jelenlévő hétköznapjaira jellemző néhány mondat Albert Schweitzer szájából hangzott el. Gondolom már sokszor hallották az élet történetét, ezért erről csak röviden beszélnék. Az előadás második felében pedig egy nagyon aktuális témáról lesz majd szó. Albert Schweitzer 1875. január 14-én született Elzászban. Akkor ez a terület még a Német Birodalomhoz tartozott. Édesapja protestáns lelkész volt, Schweitzer gyermekkora óta a parókia orgonáján tanult játszani. Miután leérettségizett, a Strasbourgi Egyetemen kezdett teológiát és filozófiát hallgatni, orgona tanulmányait pedig Párizsban folytatta tovább. Diplomái megszerzése után egyetemi oktatóként és a Szent Miklós templom lelkészeként kezdett el dolgozni. 1905-ben a párizsi evangélikus misszió afrikai állást hirdetett meg orvosok számára. Erre a felhívásra figyelt fel Schweitzer, és 30 éves korában beiratkozott az orvosi egyetemre. 1911-ben diplomázott, 1913-ban pedig sebészeti szakvizsgát szerzett. Még ebben az évben feleségével együtt a párizsi misszió orvosaként elindult a francia egyenlítői Afrikába, a mai Gabonba. Ott egy korábban csirkeolként használt épületben megalapították Lambaréné kórházát. Az első ott töltött 9 hónapjuk alatt körülbelül 2000 pácienst kezeltek, olyan szerteágazó betegségek miatt, mint például a lepra, különböző trópusi fertőzések és sebészeti kórképek. 1914-ben az első világháború kitörésekor francia földön német állampolgárként házi őrizetbe, majd fogolytáborba kerültek. 1918-ban engedték őket haza Elzászba. Ez a terület a háború után már Franciaország része volt, így francia állampolgárságot kaptak. A következő 6 évben Európában maradtak, Schweitzer előadásokat és orgonakoncerteket tartott, az így szerzett pénzt a kórház felújítására szánta. 1924-ben felesége nélkül, de egy egészségügyi tímmel tért vissza Lambarénéba, és ott nemzetközi felajánlások és az új munkaerő segítségével újjáépítették a kórházat, több új épületet is felhúztak, úgy alakították ki a területet, mintha egy faluban lennének. Ezután gyakran visszatért még Európába a családjához, és hogy előadásokat, koncerteket tartson, melyekkel a kórház pénzügyi hátterét biztosította. Élete során több értekezést és könyvet írt. A II. Világháború után az atomfegyverkezés ellen harcolt. Segítségével gyermekfalvakat hoztak létre Németországban, a háború után árván maradt és elhagyatott gyermekek számára. 1952-ben Nobel békedíjat kapott, a díjjal járó pénzből leprások számára alakítottak ki egy telepet a kórház mellett. 90 évesen, 1965. szeptember 4-én halt meg Lambarénéban, eddigre a csirkeolból kialakított kórház már 72 épületből állt, melyekben 600 ágyon tudtak betegeket fogadni. A gaboni Albert Schweitzer kórház még ma is üzemel. Schweitzer 1896-ban arra az elhatározásra jutott, hogy legfeljebb 30 éves koráig él a tudományoknak és a művészeteknek, ezután olyan hivatásnak szenteli magát, amivel közvetlenebbül szolgálhatja az emberiséget. Szerintem mindenki, aki úgy döntött, hogy az egészségügyben szeretne dolgozni, már most is nagyban hozzájárul az emberiség segítéséhez. Nem muszáj Afrikába költöznünk, és az egész életünket az ott élő rászorulók segítésének szentelni. A következő percekben Albert Schweitzer idézetei nyomán olyan módszereket szeretnék megmutatni, melyek segítségével tudatosabban odafigyelhetünk arra, hogyan óvjuk a Földet, és ezzel együtt az egész emberiséget. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, még ha oly apróságot is, valamit, amiért fizetséget nem kapsz,
csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Mindennapjaink során, akár a munkában, akár utána a túlzott leterheltség miatt, csak átrohanunk az életen, nem figyelünk oda eléggé a másikra. Mondjuk, hogy kérem és köszönöm. Adjuk át a helyünket a buszon vagy a vonaton a jobban rászorulóknak. Szóljunk úgy a másikhoz, ahogy azt mi is elvárnánk fordított esetben. Az ember csak akkor elkörcsös, ha magát, az életet tartja szentnek, a növényekét és az állatokét épp úgy, mint az emberét, és igyekszik a lehetőségekhez képest segítséget nyújtani minden szükséget szenvedő életnek. Idén, minden eddiginél korábban, augusztus 1-én érkezett el a túlfogyasztás napja. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban mindössze 212 nap alatt használta az emberiség azt az erőforrás mennyiséget, melynek egy évre kellett volna elegendőnek lennie ahhoz, hogy a Föld a jelenlegi állapotában fennmaradhasson. Úgy élünk, mintha 1,7 Föld állna rendelkezésünkre. Ezen a képen azt láthatjuk, hogyha a Földön mindenki úgy élne, mint egy adott ország lakossága, akkor mikor érnénk el a túlfogyasztás napját? 3 éve ez a nap augusztus 8-án jött el, 1997-ben pedig még csak szeptember végére esett, sőt 1970-ben egészen december 23-áig sikerült húzni, vagyis akkor még közel optimális volt a természeti erőforrásaink felhasználásának mértéke. Ha kirándulni megyünk, tiszteljük az erdő törvényét, még ha kukát nem is találunk, inkább vigyük haza a szemetet, ha odafelé befért a táskánkba, hazafelé is befog. Takarékoskodjunk az elektromos energiával és a vízzel, ne csak otthon, itt a kórházban is. Ha van rá lehetőségünk, ültessünk zöld növényeket. Feldolgozott, előre csomagolt áruk helyett vásároljunk a piacon és termelőktől friss termékeket, lehetőleg zacskó nélkül, vagy többször használatos tárolókban. A jövő nem fogja jóvá tenni, amit te a jelenben elmulasztasz. A műanyag termékek készítését még csak körülbelül 60 éve kezdték el, de ez idő alatt már több mint 8,3 milliárd tonnányit gyártottak belőle. Az autóktól kezdve a ruhákon, irodaszereken, játékokon, evőeszközökön át a szívószálakig mindenben van műanyag, és már túlságosan is hozzászoktunk a sokféleségéhez és az egyszerű előállíthatóságához. Sajnos kutatások szerint ennek a hatalmas mennyiségű szemétnek csak 9%-a lett eddig újrahasznosítva, 12%-át elégették, és a maradék 79% valamilyen módon a környezetet szennyezi. A csendes óceán közepén, Észak-Amerika és Hawaii között például egy 700 ezer négyzetkilométeres szemétfolt úszkál. Ez Magyarország területének a 8-szorosa. Legközelebb, gondoljuk át, hogy tényleg szükségünk van egy újabb dologra, mielőtt megvesszük azt. Ne vegyünk meg felesleges élelmiszereket, melyek megromlanak, és úgyis csak kidobnánk őket. Gyűjtsük szelektíven, és hasznosítsuk újra a hulladékokat. Egyszer használatos tárgyak helyett használjunk tartósakat, például kulacsot, termoszt, vászonzacskókat. Használt, de még jó állapotú ruháinkat adományozzuk el. Az élet tisztelete által lelki kapcsolatba lépünk a világgal. Nagyon fontos, hogyha mi változtatunk, a gyermekeinket is tanítsuk meg a környezettudatos életmódra. Mutassunk nekik jó példát, ők már úgy nőjenek fel, hogy ezek a dolgok természetesek számukra. Próbáljuk meg csökkenteni a biológiai lábnyomunkat, és hogyha megtehetjük, támogassunk környezetvédő, óceántisztító, gyerekeken és rászorulókon segítő szervezeteket. Amit tehetsz, csepp a tengerben, de ez ad értelmet az életednek. Talán úgy érezzük, hogy egyedül kevesek vagyunk ahhoz, hogy változtassunk,
De ha mindenki csak néhány jó tanácsot megfogad az elhangzottak közül, akkor remélhetőleg még az unokáinknak is lesz hol felnőniük. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!